Január óta zajlanak a tárgyalások a kormány és a pedagógusok között, akik azóta már sztrájkoltak és tüntettek is. A helyzet kezelése és a rendszer javítása érdekében már ötödszörre ült össze a köznevelési kerekasztal, az ülés időtartama alatt a pedagógusok szakszervezete újabb sztrájkot hirdetett. Muszáj a sztrájkhoz folyamodni, mert már tüntetés volt, és ha ennyire nem tudunk eredményt elérni, akkor kénytelenek vagyunk sztrájkolni. Pedagógus nem szívesen sztrájkol, hozzá kell tennem, az már a végső elkeseredés, amikor sztrájkol. Én magam nem érzek nagyon-nagyon erős sztrájk hangulatot, ráadásul közel itt az év vége, közelítenek az érettségig. Én korábban is azt mondtam, hogy minden olyan megmozdulás, ami alkalmas arra, hogy felborítsa az iskola normál életét, ami megosztottságot hozhat, esetleg egyes tantestületeken belül is, azt én nem különösebben tudom támogatni. Természetesen nem vitatom el a szakszereteknek azt a jogát, hogy megtegyék ezt, ez jogszerű lépés, nem olyan, mint a polgári engedetlenségi mozgalom. A pedagógusok szakszervezete által kidolgozott 25 pontból több lényeges pont még nem teljesült, mondta el híradóknak az érdekképviselet Győr-Moson-Sopron megyei elnöke, aki kiemelte, hogy a technikai dolgozók fizetése 8 éve nem változott. 8 éve harcolunk azért, hogy az iskolákba, akik segítenek a tanításhoz az asszisztensek, vagy pedig az iskolatitkárok és egyéb gazdasági és technikai alkalmazottaknak botrányosan alacsony a fizetésük. Egyértelmű, hogy nekik is valamilyen módon be kell vonódni az életpályába, egy külön modellt kell esetleg, mert ezek ha folyamatosan csak pótlékolással tesszük helyre dolgokat, ez nem fog működni. A mi kérésünk még az is természetesen, hogy ezeknek a dolgoknak a számát növelni kell az intézményi feladatellátásnak, sajátosságoknak megfelelően. Tehát ahol mondjuk labor van, vagy komoly könyvtárot, nyilván ilyen típusú dolgozókra van szükség. A pedagógusok foglalkoztatottságával kapcsolatban is vannak követelések. A kötelező óva számokat, és nagyon túl vannak terhelve a pedagógusok. Külön kell választani a kötelező óva számot, és külön kell választani, amikor bent kell lenni a dolgozónak, az a 36 óva, de a 36 óva terhelve sok mindent be lehet írni, és bizony a pedagógusok nagyon-nagyon le vannak terhelve, és sorba betegszenek meg. A foglalatoztatással kapcsolatban mi is azon az állásponton vagyunk, ha lehetséges, akkor 22 órában maximálják a pedagógusok heti kötelező tanítási óráinak számát, tehát nem a munkaidejét nyilván, a tanítási óráknak a számát. Ha ez nem megy, akkor a mai 22-26-ot pedig úgy lehessen használni, hogy az intézményvezetők dönthessenek, és valóban legyen döntési pozíciójuk, hogy ki az, aki kevesebbet, ki az, aki több feladat ellátásával tudja biztosítani az intézmény működését, de ne státusz elvonással tolják az egészet a 26 felé, mert az bizony akkor tényleg előbb-utóbb mindenkire a 26 órás terhet helyezi. Ezeken kívül a pedagógusok szeretnék elérni, hogy minél több függetlenséget és önálló hatáskört kapjanak az intézmények, valamint azt, hogy a vezetőknek legyen lehetőségük a dolgozók jutalmazására. A tárgyalások jelenleg is zajlanak, hogyha pedig április 20-áig sikerül megegyezni, akkor a szakszervezet nem lép sztrájkba, ellenkező esetben több intézményben is elmaradhat a tanítás.